Megszólalt Gyurcsány Ferenc, a Karácsony Gergely féle mozgalom 506 millió forintos pénzmosás gyanús támogatásáról. A DK elnöke az ATV-ben azt mondta, nem sikerült elhessegetni azt, hogy az előválasztáson ezek a pénzek esetleg előnyhöz juttattak egyeseket. Az elmúlt hetekben egyre több baloldali politikus beszélt arról, hogy bohózatnak tartják Karácsony Gergely magyarázkodását, a nagy részt Euróban és fontban gyűjtött félmilliárd forintról, amely szerinte mikroadományokból jött össze se átláthatóság, se tisztaság nincsen a bal oldalon. Karácsony Gergely pénzmosás gyanús félmilliárdos kampánypénze, ami a 99 mozgalom számláján landolt, azt mutatja, hogy a balliberális pártok főüzenete, mi szerint ők tiszta kezűek, nem igaz, a főpolgármester vállán pedig teherként tornyosul a botrány, mondta az M1-en Bálint. A nézőpont elemzője közölte, a párbeszédes politikus nyilatkozatai egyre zavarosabbak, amik újabb és újabb kérdéseket vetnek fel. Ha Karácsony Gergely szeretne újrázni, akkor az az alapja mindennek, hogy megszerezze a baloldali pártoknak a támogatottságát, és hát ezzel a botrányal a háta mögött, amikor majd leül tárgyalni a pártokkal, akkor egy nagyon kiszolgáltatott helyzetben fogja magát találni. Könnyű szeretni Karácsony Gergelyt de nem teljesítő a feladatát én szerintem. A DK elnöke néhány hete a Spirit fm üzente meg Karácsony Gergelynek, nem elégedett vele. Egyértelművé tette, ha a főpolgármester nem viszi bele Budapestet a kormány elleni harcba, akkor találnak helyette más jelöltet. A önkormányzat felfüggeszti a kormányzat további finanszírozását. Karácsony Gergely hamar beállt a sorba, egy sajtótájékoztatón közölte, bizonyos adókat nem fizetnek be az államkasszába, és közigazgatási pert is indítanak a szolidaritási adó miatt. Ebben a küzdelemben nekünk a főváros kell támogatni. Úgy tűnik, a főpolgármesternek ez a fajta harciassága már jobban tetszik Gyurcsány Ferencnek. A baloldal vezére ugyanis az ATV-ben hétfő este azt mondta, a fővárosban egyetlen ellenzéki főpolgármester jelölt lesz 2024-ben. Karácsony Gergely támogatottságával kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, még nincs róla döntés, de nem zárta ki annak lehetőségét sem, hogy a DK beáll majd a mostani városvezető mögé. Lehet olyan megfontolás, amelynek a végén én azt javasolom demokratikus koalíciónak, hogy támogassa Karácsony Gergely indulását. A Karácsony Gergely féle félmilliárdos kampánytámogatás kapcsán a DK elnöke jogszerűnek nevezte, hogy a civil szervezeteket adományok útján támogatják. A főpolgármesterhez köthető 99 mozgalom esetében azonban már kellemetlenségeket emlegetett. Azt nem sikerült elhessegetni magunktól, hogy esetleg az előválasztásban ezek a források valamilyen módon előnyhöz egyik vagy másik szereg szereplőt. Bevédte Karácsony Gergelyt. Karácsony Gergely botránya még nagyobb pozíciót teremtett Gyurcsány Ferencnek a főpolgármesterrel szemben a jövő évi önkormányzati választásokra készülve, mondta a Kossuth Rádió a reggeli műsorában Deák Dániel. A 21. század intézet vezető elemzője úgy látja, a guruló dollárok és a 99 mozgalom kampánypénzeinek háttere lassan összeér a baloldal pedig hárít és megpróbál felelősöket találni. Egyes szereplők, egyes pártok igyekeznek ezt a forró krumpit eldobni maguktól, igyekeznek az egésznek a felelősségét Karácsony Gergelyre és Márkizai Péterre tolni, de még egyszer mondom, ez az egész baloldalnak a finanszírozási botránya. Nem véletlen, hogy Gyurcsán Ferenc most ezt a taktikát választotta, hiszen, hogyha megnézzük, csak a 4 milliárd forintos tételnek a, a felhasználói, akkor ott DKS sajtótermékek, DK-s szervezetek vannak, tehát ők is érintettek ebben a kérdésben. Már saját pártja a párbeszéd is letagadná, hogy bármi közelet volna Karácsony Gergely pénzmosási gyanúba keveredett 99 mozgalmához, írja a Magyar Nemzet. A lapközben arra emlékeztet, a baloldal és médiája is válaszokat vár a főpolgármestertől.